Jó napot kívánok! A kormány bejelentette, hogy idén sem lesz nyugdíjprémium. Az a kormány, amely rokonokból és barátokból csinál milliárdosokat. Az a kormány, amely telekom céget, repteret és nemzetközi televíziót vesz magának 100 milliárdokért, fogja magát és kifordítja a zsebeit és széttárja a karját, amikor a szüleinkről és a nagyszüleinkről van szó. Orbán Viktor szerint rendben van, hogy az idősek semmilyen segítséget nem kapnak az Európa rekorder magyar drágulás éve után. Orbán Viktor szerint rendben van, hogy egész Európában, Magyarországon költik a legkevesebbet a nyugdíjakra, idős honfitársainkra. Szerintem nincs rendben. Ennek fogunk véget vetni június 9-én. A magyar nyugdíjasok nem azért dolgozták és adózták végig az életüket ebben az országban, hogy most azt mondják nekik, hogy rájuk nem jut, ők nem fontosak. És nem azért dolgoztak évtizedeket, és hoztak meg annyi áldozatot, hogy most azon kelljen gondolkodniuk, hogy rezsit fizessenek, vagy éppen bevásároljanak. Nem fogjuk hagyni, hogy ezt csinálják idős honfitársainkkal. A június 9-i választás ezért is fontos. Ha nem állítjuk meg Orbánt, akkor tovább fog haladni a megszorítások útján, és velünk marad a drágulás, velünk maradnak az elértéktelendő nyugdíjak és bérek, és a szétrohadó állami szolgáltatások. Ha viszont június 9-én Orbán veszít, akkor ki fogjuk harcolni, hogy előrehozott választás legyen. Gondoskodni fogunk róla, hogy ha Orbán elveszíti a többségét, akkor veszítse el a hatalmát is, és ne tudja se a nyugdíjasokkal, se más tisztességes magyar emberrel megfizettetni a másfél évtizede zajló lopást és jobboldali gazdaságpolitika árát. Mi itt voltunk, itt vagyunk, és itt is leszünk, amíg véget nem vetünk az Orbán rendszernek. Erre pedig most lehetőségünk lesz, június 9-én.